A Nógrád vármegyei Mohorán található a 20. század egyik legnagyobb magyar színésznőjének életét bemutató kiállítás. Az emlékházat a 2000-ben alakult Tolnai Klári Kulturális és Művészeti Egyesület működteti. A civil szervezet célja olyan szellemi műhely létrehozása a művészet és kultúra népszerűsítésére, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett művészeti és kulturális tevékenységek bemutatását, különös figyelemmel a színművészetre. Ennek érdekében az Egyesület népszerűsítő tevékenységet folytat, kiállításokat, előadásokat szervez. E cél érdekében felvállalja Tolnai Klári színművésznő művészi hagyatékának gondozását, ápolását, életmű kiállításának szervezését, fejlesztését, megóvását. 2003-ban az Egyesület működéséért Nógrád megye Szonták Pál díját is megkapta. Az Emlékház galériája évente több képzőművészeti kiállításnak ad otthont. Ezek az időszaki kiállítások gyakorta adnak lehetőséget tehetséges fiatal művészek alkotásainak a megismerésére, az ország minden pontjáról vagy a külföldről hozzánk érkező látogatóknak egyaránt. Az Egyesület Tolnai Klári születésének évfordulójáról minden évben igyekszik olyan rendezvénnyel megemlékezni, amely méltó a színész királynő életútjához.